Cinit. Köszönöm szépen. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök valamennyi sajtó részére megjelent munkatársat, és nagyon nagy örömmel tölt el, hogy ilyen nagy számban jöttek el érdeklődők erre a mai sajtóreggelinkre. Én azt gondolom, hogy ez önmagában is alátámasztja azt, hogy a Honvédba való, a Honvédba történő befektetésünk az nem hiába való, hiszen hogyha ilyen érdeklődés van a klubban kapcsolatban, akkor azt gondolom, hogy a céljaink egy részét már is igazolva láthatjuk. Magamról mondanék egy pár szót. Alapvetően én szentesi születésű, szentesi lakos vagyok, ám bár Budapesten dolgozom már évek óta. Szentesen 1967-ben születtem, 5 leánygyermekem van, ennyit úgy magamról szűken, és egy pár szót mondanék a Metalkomról, Metalkom cégcsoportról. A Metalkom cégcsoport ebben az évben ünnepli alapításának 20. évfordulóját, úgyhogy azt gondolom, ez is egy nagyon szép születésnapi ajándék, hogy pont ebben az évben tudott a csoportunk a Honvéd tulajdonosává válni. Maga a Metalkom cégcsoportnak a zászlós hajóját, mint ahogy említettem, volt 1999-ben alapítottam. Ma már ez a cégcsoport az egy számos cégből áll, és egy nagyon stabil, tőkeerős és egy folyamatos növekedésű vállalatról, vállalatcsoportról beszélünk. A Metalkom, illetve a Metalkom tulajdonosai számára mindig is prioritás volt a társadalmi felelősségvállalás. Ez természetesen elejében, régebben inkább a helyi jelentőségi dolgokra fókuszált, de ez később azért kiteljesedett más egyéb irányokkal is. Társadalmi felelősségvállalás alatt értelemszerűen a szociális, kulturális élet támogatását értjük, illetve hát a sport támogatását is. Több helyen meg is jelent, hogy a Metalkom az névadó szponzor, illetve támogatója az első osztályú szentesi vízi labdaklubnak, amelyre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hiszen azért kisvárosunknak egy állandóan nevet adó csapatról beszélünk, női és férfi szakákról is. De emellett szintén Szentesen és a térségében számos olyan sport teljesítményt, illetve sporttal foglalkozó csoportot, egyesületet támogatunk, mint például kosárlabda, kézilabda, tánc, versenytánc, és hát nem utolsó sorban emellett én a Szentesi Tenisz Klubnak az elnöki tisztjét is ellátom. Jöhet a kérdés, hogy jó, hát rendben van, itt van ez a csoport, és hogy is jött mégis maga a Honvéd. Nos, hát először is szeretném azt elmondani, hogy valamikor, hát igen, fiatal koromban, körülbelül olyan 10 éves lehettem, azt tudni kell rólam, hogy egy elég késői gyerek, késői születési gyerek vagyok, édesapám 53 éves volt, amikor születtem, és hát olyan 10 éves koromban, amikor azért úgy elkezdett érdekelni úgy a sport is, meg úgy a hazánk büszkeségei, meg mindenféle egyéb hasonló dolog, mint hasonlóan bármely más hasonló korú gyermekek. Hát ugye rákérdeztem édesapámnál, hogy ez az aranycsapat, meg ez a puskás, ez mi, hogy, mint volt. Most tudni kell azt is, hogy édesapámat nem úgy ismertem, mint aki egy foci rajongó, és nagy ámulatomról elmondta, ne felejtsük el, hogy 1914-ben született, nagy ámulatomról elmondta, hogy hát azért többször látta a Puskás Ferencet focizni, látta a Bozsik stadionban is, és látta a Nép stadionban is. Tehát én azt gondolom, hogy pontosabban látott meccseket a Nép stadionban is, illetve hát ugye a Bozsik stadionban pedig Puskás Ferenc. Ez egy ilyen meghatározó élmény volt, és én nekem ez az élmény, ez úgy azért törlődött idővel, csak amikor így előjött a Honvéd, a Honvédnek a vásárlásának a lehetősége, akkor egy hirtelen fölöltött bennem az emlék. Ez egy nagyon kedves emlék. Hogy jött a Honvéd? Körülbelül egy olyan 2 évvel ezelőtt a jó sors összehozott bennünket Hemingway úrral, és akkor tudtuk meg, hogy Hemingway úr tervezi a klubnak az eladását. Tulajdonképpen ekkor vált reálissá az, hogy ezen a szintjén is a sportoknak és a labdarúgásnak ezen a szintjén is bekapcsolódhatunk. Mi akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy ez most mennyire reális. Természetesen ez először részünkről kellett egy döntésnek megszületni, hogy mi ebben szeretnénk tovább menni, és nagyjából az elmúlt nyár folyamán kezdődtek el azok a folyamatok, amelyek ténylegesen a klub megvásárlásához vezettek.
Néhány gondolat még a sporttal kapcsolatban, illetve a kötődésünkkel kapcsolatban. Én magam fiatalkoromban atletizáltam főleg, utána pedig leginkább csak az amatőr, illetve a kettős célú sportoknak hódoltam. Ugyanakkor Mendele Indani barátom az első foci élményét is a Pozsik stadionban szerezte. Én elsősorban neki a szót. Köszi Zolikám, köszönöm. Hallanak? Hallottok? Biztos. Köszönöm, köszi. Azt láttam, hogy mikor adja a Zoli, mert az sem az én témáimat is elmondja meg, meg az önök kérdésére is megadja választ, hogy el tudnánk kezdeni. Azt, hogy kérdezzem meg, hogy aki a Hír TV-től jött meg, beállítaná a mikrofont, mert most én szereltem meg, és bármi szerelek otthon, annak nagyon rossz vége szokott lenni. Köszönöm szépen. Forró, tessék. Igen, Zoli mondta, hogy első élményet ott szereztem, de én mielőtt arra rátérnék, a maga a futball, tehát távolabbra indítanék. A futball az mindig egyrészt a mi életünknek is a részét képezte, de a futball sokkal több, mint egy aktív csapatsport. Az egy társadalom formáló, mondjuk így óriási platform, beleértve egészségügyet, beleértve az oktatást. Szeretnénk azt a magyar, illetve nemzetközi vállalkozói tapasztalatainkat hasznosítani, és részévé tenni, és segíteni ezt az ügyet, ami továbbra is sokkal, remélhetőleg sokkal többről szól, mint a futball. Zoli említette az első élményemet a Honvéddel kapcsolatban, ott volt egyébként az első futballmérkőzés, amelyen kint voltam. Ha Gács Pali itt van, akkor már fogja be a fülét, mert szegény harmadszor hallja szerint a... Igen, harmadszor hallja, szervusz Pali, harmadszor hallja a történetet. 5 vagy 6 éves lehettem, mondtam, hozzányúltam, és a mikrofon az folyamatosan elfogadna, illetve kezdve egész nap szerintem. Az első sport, vagy futball, élő futball élményes ott szereztem, édesapám itt ki, jobban volt játékosokkal is az időben. Ő is futballozott, ugye nem a Honvédban, hanem a Spariban, és kimentünk a meccsre 5-6 évesen, és egy dolgot nem értettem, hogy miért mindig mögöttem ül apukám. És legalul ültünk egyébként közel a pályához, és mindig elénk voltak tolva a tolókocsis szurkolók, reméljük minél többet látunk belőlük is egyébként a következő időszakban is a stadionban. És apukám mindig mögöttem ülve fogta be, hátulról fogta be a fülemet. Aztán persze később, egy pár évvel később rájöttem, hogy én fogja mindig a fülemet édesapám. Minden része a futballnak, szeretjük a szurkolást, szeretjük a szurkolókat, mi szurkolók vagyunk, úgyhogy innentől kezdve könnyű helyzetben is vagyunk. Én azt mondanám, miután a mikrofont elrontottam, Zoli meg nagyon sok mindent elmondott, hogy át is adnám nektek a Kingának a lehetőséget, hogy moderáld akkor a kérdéseket. És még egyszer nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a sajtó képviselőit. Szeretnék megköszönni azt az együttműködést, amit az akkreditáció során tapasztaltunk tőletek. Engedjétek meg, hogy én is tegezzelek benneteket. A kérdezéseknek a protokollja, hogyha szabad így fogalmazni, vagy játékszabálya, hogyha lehetünk stílusosak, akkor a kérdések megérkezésének sorrendjében Benedek kollégát fog benneteket szólítani kérdezésre. Kérlek titeket, hogy a hostess kolléganőknek a munkáját készfelemel és segítsétek, mert ugyancsak kaptok mobil mikrofont a közöttekben. Kérlek titeket, hogy az ismétlődő kérdéseket kerüljük, tehát figyeljetek egymásra, amire már választ kaptatok a ti időbeosztásatokra való figyelemmel is. Legyetek kedvesek figyelni és betartani. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor Benedek, kérlek segíts. Nos, akkor a nemzeti sporttal kezdenik a kérdések sorát. Cserát és Babják urak az illetékesek. Cserát és nemzeti sport, köszönöm szépen. Itt az érzelmi oldalt hallottuk, hogy miért fektetünk a Vistas Velodrógáról. Lehet ez egy jó anyagi befektetés, ebben az első kérdés. Nos, értelemszerűen, amikor valaki választ egy ilyen utat, akkor nem csak azt az utat választja, hogy sportba fektet, hanem tulajdonképpen azt a felelősséget is vállalja, ami egy sportban történő befektetés, egy ilyen jellegű befektetéssel együtt jár.
Természetesen mi azt gondoljuk, és mindent meg is teszünk azért, hogy a klubnak a gazdálkodása az ugyanolyan jó legyen egyébként, mint a korábbi tulajdonos ideje alatt, ami gyakorlatilag azt jelenti, tehát gondolom önök tisztában vannak vele, hogy a Honvéd az egy olyan elsőosztályú sportklub, amely nyereségesen működött ez eddig, és mi biztosak vagyunk benne, hogy ugyanígy tudjuk a továbbiakban is működtetni. Még egy rövid kérdés, még egy aláíró szerződést a Zsolókkal, ugye Gróf Dávid Danilónak ugye nyáron aláíró szerződést, akkor Sok Attilának is, és ugye Hóra Ferenc esetleges érkezési rotációnak mi a helyzet? Ez egy kérdés, ha lehet így fogalmazni. Jó, hát akkor kezdjük a végéről. Az értesülésnek a tényét egyáltalán nem tudom megerősíteni, tehát nem kívánom kommentálni. A másik kérdés, ez egy szakmai kérdés, illetve benne vagyunk a bajnokságban, számos mérkőzésünk van még a bajnokságban is, illetve a magyar kupában is. Jelenleg még ennek a kérdéseknek a tisztázása még korai, ezt értelmszerűen időben meg fogjuk tenni, és mindenkivel, akivel alkalmunk van, továbbiakban együttműködni. Hát kívánok, Babjegyenc nemzeti sportnak. Azzal a kérdés, amit mondták, hogy hosszú távon a dobogó a szélső nemzetközi kupa szereplés. Ez a mai profi futballban pénz kell, de lehet tudni, hogy mekkora az a konkrét összeg, amivel a Honvéd költségvetését támogatni fogja. Ja, a Honvédnak a jelenlegi költségvetése az ismert. Célunk az, hogy a következő és a következő és a következő évi költségvetések ennél mindig valamelyes magasabban legyen. Konkrét összeget esetleg? Hiba lenne, hogyha mi mondanánk egy összeget, mindig úgy működünk, hogy várjuk a szakmától a javaslatot, a tervezést, és pedig megtesszük azt, hogy a hozzá szükséges költségvetést előteremtsük saját forrásból, szponzorációból. Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy a keret kialakításánál a magyar, illetve a külföldi játékosok arányát hogy látják? Mi a miatt terv, mi a hosszú távú? Hosszú távú cél mindenképpen a magyar játékosok, hiszen azért az ország, akár mondhatnám, a térség egyik legjobb akadémiája is a Honvédhoz tartozik, tehát az akadémiát építeni szeretnénk, és ez nem csak egy szólam, tehát szeretnénk egy programot is kidolgozni, hogy milyen módon és milyen arányban tudjuk folyamatosan növelni a magyar játékosokat, a fiatal magyar játékosok számát a Honvédban. Az én listán van még tőletek kérdés. Majd nincs amely, hogy megválaszoljuk. Bocsát, akkor igazán, hogy a Ponton Nemzeti Sport nem mondta, korábbi Honvéd játékosok, hogy kicsit hiányolták az korábbi időszakban, hogy nem annyira vonta be őket a klub a működésbe, aztán kérdés, hogy hosszú távon esetleg számítanak a korábbi Honvéd játékosok tapasztalatára, és esetleg milyen pozícióban tudnánk őket foglalkoztatni. Igen, meg tudom erősíteni, mindenképpen megkívánjuk vonni a korábbi játékosainkat, nagy neveinket a Honvéd életébe. Ennek a kidolgozása folyamatban van. A következő kérdés az RTL-re, Tárkány Zsolt. Köszönöm szépen, Tárkány Zsolt vagyok az RTL híradótól. Visszatérnék a költségvetésre, ugye említették, hogy a szponzorációból kívánják, vannak-e már tárgyalások, illetve milyen szponzorokat tudnak bevonni, tudnak-e állami cégeket például sikerülne bevonni a következő években? Minden szponzor jó szponzor, de számunkra az a jó szponzor, amelyik nem csak pénzzel támogatja a klubot, hanem valamilyen módon azt a szemlélet is tovább tudja erősíteni, ami talán egyedüliként, de ezt mondjuk honvédosként mondom, talán egyedüliként a Honvédban ott van. Az, hogy mekkora összeg, itt még egyszer, ahogy megvan a szakmai stábtól, az ügyvezetéstől, a menedzsmenttől az üzleti terv, akkor függ kitalálni, tehát és onnantól kezdve kezdünk tárgyalni, hogy a szponzorokkal addig nem látni fogják úgyis, de hogy ne szaladjak még előre. És még egyszer köszönöm a kérdését is természetesen. Azokat a véleményeket hogyan kommentálnák, hogy a Kismest tulajdonképpen kormány közelbe került? Ezt inkább nem kommentálnám, tehát akik ismerik az eddigi munkásságomat, tehát én azt gondolom, hogy ez önmagában egy olyan felvetés, amit nem, tehát nincs értelme kommentálni abszolút. Még egy kérdésem, hogy a
Hemingway örökségből idézőjelre mit tartanak meg, tehát megtartják-e az ő általa létrehozott címet például, vagy például a Budapest Honvéd nevet, visszaveszik-e a Kispest nevet, illetve a Puskás örökséget, ugye Bozog említette, hogy gyerekkori élménye. Manapság hát egy kívülálló külföldi akár azt is hihetné, hogy Puskás felcsúti volt. Hát ezt erősítenék-e, hogy Puskás igenis Kispesté. A szurkolók ugye folyamatosan régmusokba ének, hogy Puskás Kispesté. Ezt fogják-e érezni a következő években? Mindenképpen a múltba jobban vissza szeretnénk nyúlni. Ez a szerintem szándékunk. Olyan gyökerei vannak a Honvédnak, amelyre büszkének kell lennünk, ezt, hogy ezt hogyan fogjuk és milyen módon, ezt nem tudom megmondani a pillanatban, hiszen ezt ki fogjuk dolgozni. A Hemingway örökség pedig annyiban mindenképpen koncentrálunk a Hemingway örökségre, hogy ami jól működött a klubban, és azt kell mondjam azért számtalan ilyen van, sőt többnyire jól működő folyamatokkal találkoztunk, eredmény szempontjából legalábbis feltétlenül, azokra koncentrálni fogunk mi is. Köszönöm, és még egy kérdésem lenne, a több szurkoló ugye jelezte, hogy az utóbbi években a Hemingway úrnak a szurkolókhoz való hozzáállása miatt nem járt meccs, most viszont vissza fognak térni szombaton a Debrecen ellen, mit üzennének nekik? Hajrá, Kispest! Köszönjük, a HVG következnek sorban, Kovács Kábor. Tudom, hogy abban maradtak a nehézségeik magukat, de azért a pénzügyekre csak visszatérnek, hogy a klub megvásárlásával kapcsolatban pénzügyi befektetésként vannak-e elvárásaik, hát hogy milyen nyereségre számítanak, ha esetleg veszteség lenne, akkor meddig hajlanak ezt tolerálni, milyen időtávon. Köszönöm szépen. Nos, gyakorlatilag a mi elvárásunk az, hogy a klub az kiegyensúlyozottan működjön. Ebben biztosak vagyunk, hogy ezt tudjuk is, ezt az elvárásunkat fogja is tudni teljesíteni a klub. Illetve természetesen a mi hozzáadott értékünk az részben abban nyilvánul meg, hogy a klubnak a forrásait a kellő szükségességgel kiegészítsük, legyen az akár szponzori bevétel, vagy bármely más egyéb jellegű bevétel, játékos értékesítés, stb. Ugye azt tudjuk, hogy a Honvédnak jelenleg nincs főszponzora, ez azt jelenti, hogy nagyon komoly gazdasági tartalékok vannak még a klubon belül. Köszönöm. A következő kérdés a Borsi lenne, Turcsi Norbert. Turcsi Norbert, vagyok a Borsi Napilaptól. Én azt szeretném megkérdezni, hogy esetleg sportigazgatót kívánok-e kinevezni a közeljövőben? Magát a tevékenységet ellátja egy kolléga most is, de röviden akarnék válaszolni, hogy igen, feltétlenül. Azt is szeretném megkérdezni, hogy célkitűzésként a dobogó, illetve a Magyar Kupa győzelmet tűzték ki, ezt mennyire tartják reálisnak, illetve hogy azt is mondták, hogy a Videótonnal és a Fradival szeretnék felvenni a versenyt, ehhez mennyivel több pénzt kellene bevonni a klubba? Én azt gondolom, hogy egy csapat sohasem lehet kisítő magával szemben, tehát igenis a cél a dobogó, és a dobogónak lehetőleg a legmagasabb foka. Azt gondolom, hogy ezt nem így csinálnak, akkor nem is lenne itt helyünk. Másrészt a kupában, igen, a kupagyőzelem az mindig az a cél, tehát itt nem lehetnek más célok. És ne felejtsük el, két évvel ezelőtt a Honvéd az bajnok volt, és akkor is az említett két csapat teljesen más költségvetésből dolgozott. Akkor az NBA pontunk, Simon Zoltán kérnénk a következő kérdéshez. Tiszteletem, én nem is védelném akkor meg az előző kérdéseket, én csak egyre szeretnék egy bőven választ kapni, hogy a klub neve és címere az marad-e, vagy esetleg tervezik-e a szurkolóbarát változtatást, ugye már mindenki Kispestnek hívja a csapatot. Köszönöm. Igen, még Zoli is annak hívtam. Röviden vissza szeretnénk nyúlni minél inkább, és támogatni szeretném minél inkább a gyökerekre. Ezekkel a kérdésekkel részleteiben nem foglalkoztunk még, tehát most sok szereplővel beszélünk, ki fogjuk alakítani a véleményünket. A sportfaktor.hu a következő kérdező dolog lesz. Én a kérdező dolog, László.
tovább ismételgetni. Egy kérdésem maradt, amit nem tettek fel előttem, hogy Hemingway korábban azt mondta, hogy 10 millió euró körül van a Honvéd értéke a Magyar Futball Akadémiával együtt. Ennyiért kötetette meg az üzlet. A tranzakciós megállapodásunk értelmében nem kívánjuk nyilvánosságra hozni a tranzakció összegét. Köszönöm szépen. A Magyar Demokrata a következő. Ágúst Novalás. Köszönöm. Ágúst Novalás, Magyar Demokrata. Több kérdésen nyomát lelőtték a kollégák, úgyhogy ez a kérdésem maradt, hogy közismert Hemingway úrnak finoman szóval hektikus volt a kapcsolata a szurkolókkal, tervezik-e a szervezett szurkoló csoportokkal fölvenni a kapcsolatot és állandó kommunikációt folytatni? Most még a Honvéd előtt életünkről szóval annyit, hogy soha nem volt senkivel se rossz viszonyunk. Tehát egyébként röviden meg a megválaszolva, igen, tervezzük. Origo következne a sorban. Kempesz Krisztián, Origo.hu. Egy olyan kérdésem lenne a megválaszoltak mellett, hogy márkaépítést terveznek-e? Gondolok itt arra, hogy televíziós csatornán indítását, mint mondjuk a Feli TV, vagy egy intenzív Instagram megjelenést, Facebook megjelenést, az órás plakátoknak a folytatását, amit a városok pontján azért lehet látni a meccs előtti lárangozókkal. Én biztos vagyok benne, hogy a csapatnak a sikeréhez az is hozzájárul, hogyha minél nagyobb PR tevékenység történik a csapat játék és a csapat körül. Éppen ezért igen, és vizsgáljuk azoknak a csatornáknak a lehetőségét, tehát a csatornák bekapcsolásának a lehetőségét, amik a legnagyobb eredménységgel tudnak működni. Ehhez meg fő profi csapattal fogunk neki. Köszönöm szépen. Anti Gábor, Liposzt. Köszönöm, Hanti Gábor. A legtöbb kérdést már megválaszolták, annyi lenne még talán, hogy Hemingway úrra mennyire volt könnyű, vagy inkább nehéz megállapodni. Ugye elhangzott, hogy kb. Másfél évig tartott egy ilyen folyamat, illetve még talán ezt érintették, de mik azok a területek, amin változtatni akarnak. Ismerik mindannyian szerintem Hemingway urat, nehézést, úgyhogy nem volt könnyű másfél éve senkinek sem, de sikeres további hosszú szívek várnak rá, az biztos. Még egyszer a második rész a kérdésének az... Miben próbálnak változtatni az ügyeket? De elhangzott, hogy mi az, amit nyeretek és gazdálkodások nyilván ez a cél, de mi az, amit változtatnak? Az akadémiáról feljövő fiatalok számára mindenképpen, tehát kívánok jobban koncentrálni a magyar fiatal futballistákra. Sportmem lenne a következő kérdezőm. Üzletem a tulajdonosokat, sok mindent előttek a kollégák kérdésekkel. Csak egy kérdésem a stadion fenntartásról. Hogyan kívánják üzemeltetni a Honvéd stadiont úgy, hogy Magyarországon elég nehéz most a stadion üzemeltetés. Köszönöm szépen, Vanc. Köszönöm szépen. Ugye a stadion 2020-ra van tervezve átadásra. Elkezdtük azt a munkát, ami azt célozza, hogy megfelelő módon tudjuk üzemeltetni a stadion. Azért erre még nekünk van némi időnk, de biztosak vagyunk benne, hogy találtunk, illetve találtunk olyan megoldásokat, amelyek ezekkel segítenek. Nem állok el titkot, igyekszünk körülnézni ilyenkor a nemzetközi tapasztalatok területén is. Csak foszi.hu, munkájáros. Több kérdés szintén már előtte, talán kettő maradt még. Egyik az, hogy az első átigazolási időszak az sokszor egy ilyen vízválasztó a szurkolói szemmel az új tulajdonosok megítélését tekintve. Mennyire lesz ez? Tehát, és tudom, hogy még nem tartunk ebben a szakaszban, de azért ennek ugye sokszor egy hosszabb távra lehet előre a következtetéseket levonni. A másik pedig, hogy a Hemingway korszaknak ugye épült egy akadémia, épülőben egy új stadion, volt bajnok,
ennél többször volt kupagyőztes, 13 év mérlege, ennél többet szeretnének elérni, vagy ezzel a mérleggel azért önök is elégedetlenek. Az átigazolás előtt állunk, egyőre nem tud most mást tenni, mint a legjobban fölkészülni erre. És ez most zajlik a lehetőségeinkhez képest, hiszen azért azt lássuk mindannyian, hogy egy pár napig foglalkozunk, illetve ha nem is teljes operativitással, ide maga a Honvéd menedzsmentje, vezetés, mi pedig mindent megteszünk annak érdekében, hogy aláig dolgozva őket kiszolgálva megkapják azokat az eszközöket, lehetőségeket, hogy jó sikerüljön az átigazolás, nem csak a szurkolók izgulnak emiatt, ha szabad az ön szavaival élni, azért picit mi is fajn is izgulunk, de izgalmakkal teli lesz az időszak. Hogy miket szeretnénk elérni, magasra tette Mingvé úr, illetve a csapat, meg a vezetés a lécet. Szeretnénk még magasra tenni majd. Még szóval Mátor Szabolcsi követően a sorban. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Csapatnév kérdésköre szóba került már, én mégis ezzel kapcsolatban kérdeznék, elképzelhetőnek tartják-e, hogy bármikor, ha olyan helyzet adódik, akkor esetleg egy szponzor neve bekerüljön a csapat nevébe? Hát ugye ez nagyon függ attól, hogy majd adott esetben a tárgyalások, a szponzorral történő tárgyalások során hova jutunk el. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban azért ez Kispest és Honvéd. Köszönöm szépen. Az átigazolásokról is volt már szó, talán itt mégis engem érdekel, hogy terveznek-e, hogy felmerülhetek, hogy ajánlatot tegyenek olyan korábbi klubhoz kötődő játékosoknak, edzőknek, akik a korábbi években hát nem itt voltak, vagy úgy tudható, hogy az anyagiak miatt igazoltak el. És köszönöm szépen, tőlemet volt az utolsó. Maximálisan hallgatni fogunk a szakmavezetés lehetben. Nem kívánunk okoskodni mi magunk szempontjából. Tehát amit a szakmavezetés javasol, mi támogatni fogjuk. A Balukár következne János Károly. Szépen nagyjából már minden megválaszoltak, de azt azért megkérdezném, hogy Hemingway úr érdemeit nem kisebbítve, de a városi legenda szerint a csapat akár a skót bajnokságban is indulhatott volna a fizetések miatt. Terveznek ezen emelést nagyon. Lejártás kuciában. Nos, mi egy kicsit más szemlélettel kívánjuk vezetni a klubot. Ugye az már eddig is kiderült, hogy mi alapvetően tulajdonosként szeretnék a klub életében részt venni. A tulajdonosnak alapvetően 3-4 fő feladata van. Az egyik az, hogy biztosítsa az adott szervezetnek a működéséhez a megfelelő anyagi, tárgyi, személyi feltételeket. A másik, tűzze ki azokat a célokat, amik reálisak a szervezet előtt elérhetők, és tegye meg mindent azért, hogy ezt el tudja érni. De ennek a feladata viszont már a szakmai stábnak a vállára hárul. A harmadik, kontrollálja folyamatosan az adott szervezetet, hogy minden a célkitűzéseknek minden a célkitűzéseknek megfelelően halad el, és a negyedik megfelelő siker esetén pedig jutalmazza a szervezetet. Mi továbbiakban is így szeretnénk, illetve tovább mi szeretnénk a klubot vezetni, így fogjuk a klubot vezetni. Nagyon szépen köszönjük, köszönöm szépen az együttműködést, és szeretném ismertetni, hogy akik a személyes interjúnak a lehetőségét kérték, illetve előzetesen megküldték kérdéseiket, azonnak természetesen biztosítjuk ezt a lehetőséget. A Hír TV munkatársai, Nemzeti Sport Online, Csak Blog és az N4 Sportnak a munkatársai, arra kérem, hogy maradjanak ezen a helyszínen. Az újságíró kollégákat pedig szeretettel szeretnénk meginvitálni egy finom reggelire. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, és hajrá Honvéd! Hajrá Honvéd! Köszönjük szépen!